És most kérdezem meg, más nem jelezte előre, hogy szeretne itt Kövér Lászlónak üzenni valamit a mikrofonban? Igen, gyere, Judit, hogy ne? Nem, én kértem is, gyere. Na, szokásomon szíven tisztelt, hát kedves Kövér úr, inkább így mondom, bemutatkozom, Tóth Judit vagyok. Visszatérve a képviselő házban történtekre, elképesztő, ezt tudom önnek mondani, hogy ezt velünk megtették, úgy, ahogy kedves Gábor mondta, semmi magyarázatot nem adtak, hanem egyszerűen jöttek a rendőrurak, és hát kivonszoltak minket a képviselőházból, ahol még egyszer elmondom, hogy igenis jogunk van ott lenni. Ön is a fizetését a mi keservesen megkeresett adó forintjainkból kapja, és szeretném felhívni a figyelmét, szintén a Gáborhoz csatlakozva, hogy nem tudom, hogy a kormánynak, meg a háttérhatalomnak, jobban mondva tudom, sejtem, hogy igenis önök azt akarják, hogy itt a magyar essen a magyarnak, és folyjon a vér, és törjön ki egy polgárháború. Mi nem azért állunk itt az ön házánál, mert mi ezt szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogy figyeljenek ránk. Ez lenne a kérés, és üzenem Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is. Épp olvastam a neten, hogy most a Fidesz összeül, mert ugye nagyon haragszanak rájuk. Hát kérem szépen, tessék önkritikát gyakorolni. Ez lenne a kérésem, és köszönöm, hogy meghallgat esetleg, ha valahol nézi ezt a felszólalást. Köszönjük.